Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit ma a Sambala Központban. Köszönöm a megtisztelő meghívást, és kezdjük, ahogy szoktuk, az Óm Nám Mantrával hétszer. szer oh, Köszönöm szépen. Az élők napjá van. Beszélhetünk ugye minden szentekről, halottak napjáról és egyebekről, és ha ezt tesszük, akkor fel kellene tennünk azt a kérdést, hogy a fájdalom, a szenvedés és a halál azonos vagy különböző? Ha azt mondod, hogy azonos, akkor félsz. Ha ezeket el tudod különíteni, akkor mindegyiket a maga helyén tudod kezelni. Nagyon sokan, sokfélét szeretnénk tudni arról, hogy mi történik a halál után. Magunk miatt, szeretteink miatt, egyáltalán azért, hogy a világképünk teljes legyen. Az embernek egy nagyon érdekes helyzete van ezen a bolygón, ugyanis nem tudunk a természetes körforgásban megmaradni. Mindaddig, amíg ez az elme valahogy meg nem nyugszik, és a kérdéseinkre valamilyen választ nem kapunk. Nekünk, egyedül van olyan tudásunk az életről és a haláról, hogy meg tudjuk azt haladni. Honnan a kényszer? Tehát honnan van az a kényszer, hogy meg akarom haladni az életet és a halált, és magyarázatot, válaszokat találni? Valószínűleg azért, mert mindannyiunk vágyik egy picit az örök létre, de tudjuk, hogy meg fogunk halni. Mindannyian vágyunk valamilyen tökéletesre, de belül és kívül, ha éltél eleget, csak tökéletlent tapasztalunk. És ez a kedvencem, mindannyian nagyon vágyunk a szabadságra, de folyamatos függő viszonyokat tapasztalunk, és minél többet kapálódzunk a szabadságért, úgy járunk, mint a hinárba keveredett úszó, annál jobban ránk tekeredik az élet. Belenézhettél sokféle tanításba arról, hogy mi történik a lélekkel akkor, amikor elhagyja a testet, olvashattál egyiptomi halottas könyvet, tibeti halottas könyvet, halálközeli élményeket, és azt mondom, hogy ezek nem jók és nem rosszak, olyanok, mint részleges használati utasítások, amelyek eléggé kultúra függőek. Kultúra függő azért, mert a tibeti, a tibeti hitvilágon, panteonon és gyakorlatokon alapszik, az egyiptomi szintén a saját hitvilágán, panteonján, és hogyha gyakorlatok nyomon követhetők, akkor azon. Most az európai műveltségnek így a mélyebb alapjait azért nem idézem, mert itt az átadási vonalak eléggé megtörtek, lást hermetizmus, gnoszticizmus és a többi. És a zen az nem nagyon foglalkozik a szétosztott idővel. A szétosztott idő az, amikor a múltat, a jelent és a jövőt külön tapasztalod. És a Jémán szútra azt mondja, hogy a múltra, jelenre és jövőre szakadt tudat nem érheti el a felébredést. Az igazi kérdés tehát az, hogy milyen valódi gyógyszer van a betegségünkre, milyen valódi válasz van a kérdéseinkre. És hogyha megfordítod a gyémántsútrának a gyönyörű tanítását, és a gyakorlattal ezt megérleled, akkor teljesen nyilvánvalóvá válik az, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Ezt ragd el a memória fogasodra, és címkézd föl valami aranyszínűvel. Mert, hogyha uralod ezt a pillanatot, akkor mindent uralsz, ha megvan ez a pillanat, minden megvan, de hogyha elveszíted ezt a pillanatot, mindent elveszítesz. És ez igaz testben és testen kívül is. Miért akkor a kincs az élet? Azért akkor a kincs az élet, mert most a lélek testben van, mert van szemed, amivel látsz, füled, amivel hallasz, szíved, amivel érzel, elméd, amivel gondolkodhatsz tested, amelyik a lelket végre megköti, és nem mászkálsz különböző helyekre gondolati sebességgel, és akármennyire nehéznek érzed az életet, óriási értéke van, mert ilyenkor tudsz a karmádon változtatni. Minden karma inkarnálódott állapotban keletkezik, és minden karma inkarnálódott állapotban oldható föl, vihető tovább, vagy teremthető újra. Nehogy azt hidd, hogy a halál állapotában bármi megoldható. Itt kell megoldani mindent. Visszett tovább a következőbe. Szándékosan nem mondom Bardónak, amellett, hogy mélységes tisztelettel vagyok a tibeti tanítás minden porcikája iránt, ugyanis az európai szóhasználat a Bardót azt nagyon sokszor úgy a testen kívüli állapotként szokta így hétköznapi szinten értelmezni. Tehát a Bardó az nem olyan, mint a sors, hogy tőle félni kell, vagy remélni kell bármit tőle. A bardo tehát a köztes létnek a négy nagy állomása, vannak olyan tanítók, akik többet különböztetnek meg, én maradok a négy egyszerűnél, a két rövid, az a leszületés és a fölmenés, és a két relatíve hosszú, az a testen kívüli lét és a testben lévő lét. Ezt a körforgást szoktuk az élet és halál körforgásának nevezni, és aki a részletek iránt érdeklődik, az látogasson el a kedvenc ikonográfiám egyik darabjához, a Kála Csakrához amikor szépen a hatalmas nagy szörnek a kis szájában ott van a létkerék, és a különböző birodalmakot forognak, és a tengely helyén ott van, mi van ott, a téves nézetek, a harag és a kapzsiság. Három gyönyörű állat, a disznó, a kígyó és a kakas. És nézd meg, hogy a te életedben és a halálodban mi működik, vagy az álmaidban mi működik, milyen állatok, lények vagy emberek visznek előre. Ugyanis mindannyian köztes létben vagyunk. A köztes azt jelenti, hogy nem tudsz megállni. Nem tudsz egyikben sem menedéket venni. Mindegyik ki van téve a változásnak. Egyikben sem tudsz olyan pillanatot tapasztalni, ami megmentene a keletkezéstől és a megszűnéstől. Ezért mondjuk azt, hogy védj menedéket a három legértékesebbben, a buthában, a darmában és a szangában. Azért, mert hogyha meghaladod az élet és halál körforgását, akkor tudsz rálátni erre a folyamatra, tartósan kilépni egyikünk sem. Megmondom miért. Minél többet látsz, annál több bölcsességet, együttérzést és önzetlenséget tapasztalsz. Tehát, ha nem a magad kínyából jössz vissza, akkor a mások segítésére jössz vissza. Nem mindegy. Nem mindegy, hogy kényszerből, vagy vállalásból. Ha jól körülnézel magadban, és magad körül nagyon gyorsan kiderül, hogy mennyi kényszert hoztál le, és mennyi vállalás van az életedben. A menedékvétel azt jelenti, hogy egy olyan tudatállapotot tapasztalunk, amely speciálisan emberi, ezt nevezhetett bóticsittának, buddha természetnek, de eredetileg nincs neve vagy formája. És ez az, amikor a rálátás, a vigya, vagy rikpa, vagy felébredés megvalósul. Ennek birtokában van választási lehetőséged, mert a tudatod végtelen térré és idővé tudott tárulni. Hogyha a tudatod végtelen térre és idővé tágul, akkor van valamilyen szintű uralmad a sorsod felett, mert akkor lesz utad, akkor tudsz választani. Sunkszenz Mester azt mondta, amikor elhagyod a testet, az igazán nem csodálatos. Soha nem beszélt bardó állapotokról, azaz a testen kívüli állapotról. Talán azért, mert pontosan tudta, és nekünk is mindig azt tanította, hogy ez a pillanat ebben a testben az egyetlen egy kapu a felébredéshez olvashatsz rengeteg könyvet, tapasztalhatsz nagyon sok mindent belül és kívül. A felébredés vagy ebben a pillanatban következik be, és testben következik be, vagy nem következik be. Erre gondolj, amikor remélsz vagy félsz. Erre gondolj, amikor túl sokat akarsz tudni, és így beleessel valamilyen terméketlen abstrakcióba. A lélek tehát fölveszi a testet több lépésben, fogantatáskor helyet foglal, mint amikor lenyomod a foglalás gombot a neten, abban a pillanatban jegyet váltottál a moziba, bár még messze vagy magától a filmszínháztól. És utána szépen az első, második, harmadik trimester egyre szorosabbá válik a kötelék, és amikor elvágják a zsinort, megkezdődik az előadás. Üvöltesz. Megkezdődik az előadás. És végigcsináljuk az életet, ha megadatik három szaturnusz ciklus, sokunknak nem, akkor az elsőben növekszel, és az akaratodat teljesíted ki, a második elején vagy kreativitásod csúcsán, végigcsinálod a második 28-29 évet, és 60 fölött már a paradigmaváltás eléggé nehéz, majdhogy nem lehetetlen. Beköt a Szaturnusz, így szokták mondani hogy amíg hajlékony az elméd, amíg hajlékony a tested, amíg be tudsz fogadni új gondolatokat, amíg belül rendszer tudsz váltani, addig tedd meg. Nagyon sok olyan élményed lehet, amely számodra üzenet a túloldalról. Álmok, látások, temetői dézsavük. Mennyit segítenek ezek? Segítenek, de csak annyit, amennyit belül ezekből a felébredés útján fel tudsz használni. Különben mozisztál, különben olvastál egy érdekes novellát. Ha gyakorlunk, akkor a tisztánlátás által minden élmény, minden tapasztalat az úttá válik. Ha nem, megkaphatod a legfantasztikusabb tanítást, így fog elmenni előtted, mert nem fogtad fel, mert nem gyakorolsz, mert az elme megcsinálta az egó falat. Nem a gondolataiddal van a baj, nem az érzelmeiddel van a baj, nem a beszédeddel van a baj, és nem is a cselekedeteiddel, hanem akkor van vele problémát, ha én csinálsz belőle. Hogyha beindul az azonosulás folyamata a hamis önkép legyártásának a folyamata, miért? Mert ezt fogod tovább vinni. Ha jobban megnézed, ezt is hoztad ide. Ez az, ami landoltatott téged azon a leszálló helyen, amely a születésed ideje, helye, környezete, a család, a társadalom. Játszunk el három játékot. Az első az idővel való játék. Képzeld el magadat 30 évvel később. Hosszabbítsd meg ezt a görbét, amit te eddig leírtál, ki leszel, mi leszel 30 év múlva. Ha aggódsz, akkor lehet, hogy most kéne változtatni valamint. Megvan a kép. Elrakod a kedvenc memóriafogasodra, és elnevezed egyesnek. És most játszunk egy kicsit a térrel. Elképzeled magadat egy párhuzamos univerzumban most, ebben a pillanatban, egy olyan földön, amely a megszólalásig hasonlít ehhez, de a párhuzamos univerzumban mások az okozati törvények, más a karma törvénye. Mindent lehet. Előzmény nélkül és következmény nélkül. Milyen életet rajzolnál föl magadnak? Hogyan élnél? Mit ennél? Milyen ruhában járnál? Kik kell lennél együtt? Dolgoznál? Nem muszáj, úgyis van minden. Ha dolgoznál, mit dolgoznál? És ezt elrakod ugyanúgy a memóriafogásra a kettes dobozba. És most jön a legszebb, az identitásnak a játéka. Képzeld el, hogy ezt a lelket, aki te most vagy, ebből a testből fájdalommentesen, a halál negatív, borzasztó élménye nélkül egy új testbe áthelyezik, egy olyan csecsemőbe, aki megszólalásig hasonlít hozzád. Miért? Mert te vagy. Visszamentél nullára, és ezzel a lélekkel, ezzel a karmával újra elkezded az életet. Kellene? Így kellene? Ide nem bűntudat kell. Ide a hiba kiavítása kell, ide a karma változtatása kell, és mihelyt látod, hogy a négy köztes létállapot egyikesen menedék, azon nyomban visszarohansz ehhez a pillanathoz, visszarohansz ide, a mostba, és elkezded a tudatodat fénysebességgel tisztítani. Miért? Mert amikor kilépsz a testből, a saját tudattalanodat fogod viszont látni. Csak olyan élethű projekciókban, hogy elhiszed, hogy az a világ. Szungzánszonyim egyik nagy tanítványa mondta, ha tiszta a tudatod, nincsenek köztes létállapotok. Tehát a bardó mind a négy fázisában igaz, hogy a világot a tudatot teremti. Csak az egyik fázisban testből, a másikban test nélkül. És a test nélküliben nincs kontroll. Minden megtörténik azért, mert a tudattalanod valójában ez az egész univerzum, így ahogy van. Van persze személyes tudattalan, a párkapcsolat tudattalanya, a családi karma tudattalanya, a különböző rétegzettségű csoportkarma tudattalanya. Igen, igen, ez mind van. Tehát jungék nem lőttek bakot, és jót mondtak. Végre végre Európa kezd fölzárkózni az elmúlt fél évszázadban. Van még munka, van még munka, de legalább elkezdtük a lelket tanulmányozni ezzel az eléggé érdekes tudományos eszköztárral, de majd csak finomodik az. Úgyhogy minden, ami megmutatkozik az állomállapotodban, amikor nem töltött káposztát, gyalogolsz le a kátrányban, vagy nem egyéb ilyen karmákat törlesztesz, hanem az úgynevezett jelzésértékű álomban, szándékosan nem mondom profétikusnak, az álmodban egy darab proféta nincs, ha lenne, rúgjad ki jó messzire, de van olyan, hogy az álmod nagyon-nagyon jelzésértékű. Tehát megmarad, mint egy klip, olyan gazdag, mint egy egész filmsorozat, de a valós időben való tartam az lehet, hogy csak pár perc, vagy pár másodperc, de ránézel, és egy kincses láda. Na, ezekről beszélek. Ezek elég komoly üzenetek abból, hogy valójában mi zajlik benned. Ha meditációban nem látod meg, majd álomban, ha nem álomban és nem meditációban, akkor meg téridőben meglátod, esetleg valós események folytán megtörténik. Tehát valaki nevetítse ki a konfliktus karmáját a külvilágra, azon nyomban balesetet fog generálni. Vigyázzunk ezzel. De amikor kilépsz a testből, akkor már nem tudsz vigyázni erre. Az az automata pilóta, amit te ebben az életben beállítottál, na azt fog vinni. Ezért mondta Sung mester, mi a legfontosabb? Irányvétel. Irányvétel és irányvétel. Mert ameddig a helyes irányban mész, ameddig jól törekszel, addig nagy baj nem lesz. Igen, a karmád néha jobbra-balra csap. Kétlem, hogy az elmúlt három hétben mindenki, aki egy picit is érzékel, nagyon jól érezte volna magát. olyan konstellációk vannak, hogy bele lehet pusztulni. De ne pusztuljál bele. Engedd, hogy a karmát pusztuljon. Engedd, hogy tisztulj. Ha jól csinálod, megszabadulsz, mert a káosz erre is jó. A rendezetlenség erre is jó. Úgy érzed, szétesett a személyiséged, nem csak az egókérged repett ezer darabra. Ha ragaszkodsz a karmához, akkor a karma széttörésével te is széttörsz. Ha nem ragaszkodsz a karmához, akkor megszabadulsz. Siva Urunknak háromféle működése van, és ezt a háromféle működést, a háromféle tudatszint nagyon eltérően érzékeli. A rajasz, legtöbbünk, megtisztulásnak, valamiféle pozitív folyamatnak tudja siva táncát. Ugyanis aminek el kell múlnia, az elmúlik. Kellő bölcsességgel tudod, hogy mibe tegyél energiát, az később fog elmúlni, amiben nem teszel energiát, az hamarabb elmúlik. A szatva, sőt a szuperszatva, az teljes megszabadulásnak éli meg az egészet. Nem ragaszkodik semmihez, önképe az nincs, nincsenek birtoktárgyai, nincsenek kitüntetett kapcsolatai. Itt a szatva az annyira a felhők fölött van, hogy csak megszabadulásként tudja ezt az egész univerzumot tapasztalni. A tamasz pedig pusztulásként. Annyira ragaszkodik és annyira azonosul, hogy minden, ami történik a mulandóságban, a számára pusztulás. Nem megtisztulás, akár kellemes, pozitív ragyasz, kellemetlen megtisztulás, kicsit fáj, negatív ragyasz, és a szatvától pedig világkorszakok választják el. Ezt azért mondom, mert neked is lehetnek különböző típusú álmaid, amelyek nagyon-nagyon kemények, kötőek, szenvedésteliek, azok tamasztikus álmok, amelyek valamilyen gyönyörű sztorit tartalmaznak, akár tragikusat, akár örömtelít, azok ragyásztikus álmok. És amikor egy ilyen megmagyarázhatatlan szabadságélmény van, akkor az pedig egy szatvikus álom, de hát a általában nem álmodik, mert ébren van, tehát nagyon kevés szatvikus álmod van. Általában a pozitív ragyász teteje az mutat arra, hogy na, akkor a szatva felé hogyan lépsz, hogyan megy ez az egész. Tehát amikor kilépsz a testből, akkor a saját tudattalanodat fogod tapasztalni legelső, amikor az érzékszervi karma feldolgozatlan rétegén keresztül mész. Ha az iszapszerű, nagyon sok tamasztikus karmád volt a szenvedélybetegségtől kezdve az egyéb ilyen kőkemény ragaszkodásokig. Rajasztikus karma, kőkemény sztorik, aztán könnyebb sztorik, jobb vagy rosszabb sztorik, de történések vannak. A szatva pedig egyből megy föl. Nincsenek rétegek, nincs maradvány karma. Ezért nem fix semmilyen halottas könyvbeli tanítás. Egyébként sem fix semmilyen tanítás, amit leírtak, hiszen minden, ami kimondott szó vagy megteremtett forma, az relatív. Ennek a relativitásnak a tudatában olvassunk, lássunk és tapasztaljunk mindent. Itt nyugaton nagyon sokan abszolútnak gondoljuk a tanítások általunk szeretett vagy elhit részét. Már tudod, hogy nem abszolút semmi, ami jelenség minden, ami teremtett, az relatív. Minden, ami kimondott szó, relatív. Ha jól csináljuk, elvezet minket a megszabadulás küszöbéig, ahol a tapasztalat által megszabadulhatunk, és kötöttségek helyett vállalásokat tehetünk. Nagyon nem mindegy. Kinek van kérdése? Kérdésem az lenne, hogy hogy kell fölkészíteni a testtudatot és a, akármilyen másik tudatot arra, hogy Komolyabban gyakoroljon az ember, gondolok itt az étkezésre, az érzelmi dolgokra és a mentális dolgokra is, vagy amit javasolsz igazából. Amikor a templomban egyszer voltam, éreztem meditáció alatt, egy két napot voltam, azt hiszem, mint mintha körülöttem lett volna valami, ami kínlódik, ami ég, de az nem én vagyok. Tudtam, de visszett magaddal. Így van. Az a karmád. A karmádnak a látható vagy valamilyen érzelmi intelligenciával érzékelhető része. Ha ez nem elég motiváció a gyakorlatra, akkor javaslom a harmadik játékot, amit most elmondtam: hogy így, ezzel a kis karmával, lélektartalommal, nullára vissza az óra. És elkezdett csecsemőként. Nagyon jó. Na, nee, ez, ez oda Isten tesz. Meg. És akkor megvan az a gyönyörű motiváció, hogy na hát akkor nem ezt akarom menni, hanem azt, nem így akarok beszélni, hanem úgy másképp szeretnék gondolkodni, érezni, és ehhez az én tudatnak a letisztázása, ez a fontos. És ezért tesszük fel a kérdést, hogy mi ez? Ha az tiszta, akkor tényleg minden tiszta. Akkor látod azt, hogy minden önkép teremtett, minden karma változtatható, és éppen ezért a megfelelő nézőpontból te választod meg, hogy milyen életet élsz. Nagyon nehéz oda bekerülni. Talán egyszer-kétszer voltam egy-egy pillanatra ott. Ha minősíted, akkor rögtön leesel a lóhátáról. A legnagyobb titok az, ami nem titok, hogy megmaradsz a nem fogalmiban, anélkül, hogy gondolkodnál róla. Köszönöm szépen. Szívesen. Én nekem az lenne a kérdésem. Honnan tudom, hogy mi az utam? Merre akarsz menni? Hát előre. Akkor előre visz az utat. Valójában, ha nem tudod, hogy mit akarsz, akkor az élet vág jobbra és balra a te tetszésed, nem tetszésed csap jobbra és balra, vagy mások véleménye csap jobbra és balra. mester mindig azt mondta, menj egyenesen. Hát annyi évig mondta, hogy volt időnk rajta gondolkodni, hát ha nem mész körbe-körbe, akkor egyenesen mész. Nézd meg, hogy mennyi mindent ismétlünk feleslegesen. Mennyire vagyunk belegabajodva a saját kattogásunkba, vagy mások véleményeibe. Amennyiben benne vagy, annyiban pörögsz itt feleslegesen és veszíted az energiát. Az út az egyenesen megy. A te dolgod az, hogy rajta vagy-e, vagy sem. Hogy letérsz róla, vagy sem. Tehát, ha nincs egy tiszta akaratvektorod, ha nincs egy tiszta irányvételed, akkor úgy érzed, hogy nincs cél az életedben. Eredetileg ennek az életnek nincs külön értelme, célja és jelentése nincs egy rajtad kívül meghatározott értelme, célja és jelentése. Ha lenne, akkor csak el kéne olvasni valami könyvből, mindannyian előbb-utóbb elhisszük, követjük, és mint ilyen kis robot gyakorlók belegyalogolunk az előre elkészített nirvánába. Bizony-bizony. Ugye? Na, de ilyen nincs. Ha lenne egy ilyen speciális értelme, jelentése, meg oka, akkor az olyan könnyű lenne, az nem lenne emberi. Hát nézd meg, leszületünk ide, és ilyen paradoxonok hegyeivel kell megbírkóznunk. Kezdettől fogva. Tehát egyetlen állatnak se gond a higiénia. Nekünk legalább két év, amíg szobatiszták leszünk. És akkor még gyorsak voltunk, ugye? Gondold el! Tehát soha egyetlen állat sem került ki az édenkertből, csak mi. mi? Mert elkezdtük kimondani azt, hogy én. Elkezdtünk reflektálni magunkra és a környezetünkre, és elkezdtük a megkülönböztető tudatosságot alkalmazni, ha jól csináljuk bölcsességként, ha rosszul ítéletalkotásként. Mit akarsz? Ez döntsd el. De ehhez viszont nagyon mélyre kell menni, hogy tényleg elhidd, amit akarsz, és tényleg a tiéd legyen. Mert hogyha tapasztalod a megszabadult, felébredett tudatállapotot, akkor megjelenik az élet nagy oka, nagy értelme és nagyszerű jelentése. Azelőtt csak a karmát gyúrkásszuk jobbra-balra. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor az ember nem figyel oda a testére, hogy lehet ö, visszahozni a tudatot a testbe? Hogyha Nagyon sok mi a... mindennel, csak egyik sem kellemes. Mik azok? De. Lehet egy ütés, egy szúrás, egy baleset, mert ezek mind figyelmetlenségből következnek be. Ha figyelemmel szeretnéd visszahozni, az megy külön történet, amikor előbb elkezdesz figyelni a környezetedre, akkor egy érintés, egy simogatás, egy készfogás, ez mind megvalósulhat. De ezek nincsenek véletlenül. Általában a figyelmetlenségből bekövetkező dolgok kellemetlenek, és a figyelemmel gyakorolt dolgok általában kellemesek. Köszönöm szépen. Szívesen. Annyit szeretnék még kérdezni igazából, hogy Föl szeretnék készülni arra, hogy legalább két napot kibírjak a templomba rendesen. Mit ajánlasz hozzá? Oxigénpalackot. Búvár felszerelést. Békatalpakat. Jó. Két nap. Tehát mire készülsz? Te túlélő gyakorlatra? Azt hiszed, hogy ott a patakban kell majd tanyázni, meg ilyesmi? Igazán? Bejössz a templomba, két nap, úgy el fog menni, mint egy pillanat. Napi háromszori gyakorlat, napi háromszori étkezés, két munkaperiódus, egy kis beszélgetés, felébredsz és egy hét, nem hogy két nap. Nekem azt lenne a kérdésem, hogy mi az életöröm valódi forrása, hogy te erről mit gondolsz? Párkapcsolat van? Nincs. Előbb legyen. Majd utána megbeszéljük. Jó. Komolyra fordítva a szót, az életöröm így a hétköznapokban legtöbbünk számára az, hogyha van egy párod, és ővele harmonikus a kapcsolat az élet minden szintjén, a testi, lelki, szellemi szinten. Hát ez az életörömnek ugye az alapforrása, de mivel a szeretett kapcsolatok a legsérülékenyebbek, ezért hullámzunk le és föl. Tehát nagyon kemény hullámzások vannak, és ahogy ezt egy nagyon tehetséges tanítványom mondta, a zen hullámvasútján nincsen fék. Igen, a szamszálékus körforgás ciklusán sincs. Tehát, hogyha nem vagy éber és nem figyelsz, akkor a legszeretettelibb kapcsolatok és a legfantasztikusabb, örömteli pillanatok úgy csúsznak ki a kezed közül, hogy nem győzött követni. Az öröm és boldogság, hogyha nagyon-nagyon lecsupaszítom, és nem csak ebben a gyönyörű hétköznapi kontextusban vizsgálom, akkor egy nagyon magas energiállapot, nagyon tiszta tudattal. Tehát ahol az energia és az információ egyben van, tisztán. Nézd meg ehhez képest, hogy hogy próbáljuk ezeket az örömteli pillanatokat elérni. Néha olyan kémiával, ami az információt földig rombolja, teletesz illúzióval, az energiaszintet megemeli úgy, hogy később, mint egy atombomba kimerülsz. Ezek a helytelenül gyorsan és könnyen elért boldogság vagy örömállapotok. Amikor megdolgozol érte, a szó egyéni, páros, család és csoportos szintjén egyaránt, akkor nagyon úgy tűnik, hogy az élet, az konfliktusok gyűjteménye némi boldog időszakokkal két konfliktus között. Ha jól csinálod, akkor a boldog időszakok hosszabbak, és a konfliktusok rövidebbek. Ha rosszul csinálod, akkor a fordított ilyen kis boldog kis sercintések vannak, és akkor közben pedig konfliktusoknak a felbecsülhetetlen, hosszú, borzasztó, megelégelhetetlen, megoldhatatlan sorozata. Hát mi az öröm? Mi a boldogság? Ezt először magadban tisztáz le, és akkor képes vagy valakit boldoggá tenni. És akkor ő lehet, hogy ugyanezt fogja tenni veled. Igen, örömöt tudunk érezni egyénileg is, közösen is, de boldognak lenni egyedül nem nagyon lehet. Láttam e magányos boldog embert? Nem. Aki egyedül van, és a világegyetemhez kapcsolódik ilyen nagyon haladott remeték fönt a fellők fölött a hegyekben, Őnekik megszűnt a boldogság és boldogtalanság dihotómiája, megszűnt úgy, ahogy van. Ők egyénváltak a felhővel, az esővel, a növő fenyőfával és a kis pillangókkal. Szerintem a remetéknek a kis kedvenc pillangója is megvan, és minden nap várja, hogy jöjjön. Tudod, az a szép kis narancs, kék és fehér szányú pillangó, aki tegnap is itt volt. Úgyhogy örömöt nagyon sokféleképpen lehet érezni. A boldogság az már egy kicsikét magasabb állapot. Általában ezt is össze szoktuk cserélni, és a szeretet kapcsolatnak mindig az öröm meg a boldogság kell, hogy az alkotó része legyen. Ez nem így van. Része, de nem az egésze. Úgyhogy amikor elvállalod azt a hatalmas kockázatot, hogy egy emberi lényt szeretnél boldoggá tenni, és ö, várod azt, hogy ő is ezt tegye veled, akkor elindultál a kapcsolati intelligencia útján. Ez biztos. És akkor a boldogság megszűnik személyes törekvésnek lenni, hanem valami sokkal nagyobbról szól, mint ami te vagy. Én az időről szeretnék kérdezni, nem tudom, mert... Az... 6.57. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy itt és most megvan ezek a párhuzamos dimenziók, meg van az, amikor így besűrül egy pontba, meg így átlátható az előző életek fájtai, meg hogy így gyakorlatilag ezt így hogyan lehet így sűríteni, vagy így gyorsabban. Egyetlen pontban lehet az egészet sűríteni. Elmondjam, hogy mi az? 658. Tehát csak ez a pillanat van. Minden más fikció. Tehát, amit hallottál a bevezetőben, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul, ez olyan gyönyörűségesen leegyszerűsíti az életet, te? Hát az valami hihetetlen. Hát az emberi elme, hogyha túlságosan kicsit spirálzza magát az idődimenziókban, a térdimenziókban, és elkezd gondolkodni arról, ami valójában gondolattal nem fogható be, csak tapasztalattal, a megkattanás széléig is el lehet jutni, sőt, tovább egy lépéssel. Tehát ne gondold az időt, éld az időt. Annyit gondolkodunk az időről, hogy elveszítjük a pillanatot. Pedig valójában csak ez van, csak ez a pillanat van, ebben viszont minden összpontosul úgy, ahogy van. Mit csinálsz most? Mit hallasz most? Mit látsz most? Mit érzel most? Mit gondolsz most? Ez az életed. Ez a karmád. Na most az igazi kérdés az, hogy ez, amit én mondtam, a te pillanat élményed, az mennyiben válik más emberek gondolatainak a következményévé? Mennyire gondolod mások gondolatait? Mennyire érzed mások érzelmeit? Mennyire határozza meg egy rendszer a te létedet? Az úton való haladásnak az egyik nagy bónusz az, hogy elnyered nem csak igazi önvalódat, hanem igazi eredeti teremtői mi voltodat, és rájössz arra, amiről az avatamszakasz útra is beszél, hogyha meg akarod ismerni a világegyetem lényegét, akkor tapasztald úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Nem az a kérdés, hogy hány idődimenzió van. Az a kérdés, hogy mennyit szeretnél. Mert mindig hozzá tudsz tenni egyet. Vagy el tudsz belőle venni, ha szeretnél. Nézd meg a saját tudatod teremtését. És amikor visszajössz a teremtés elé, akkor ebben a pillanatban rájössz, hogy eredetileg nincs tér és nincs idő. Eredetileg újra születés sincs. Keletkezés és megszűnés sincs. És hogy a hatodik pátriárka Huineng előtt is meghajoljak, eredetileg még a semmi sincs. Ez azért fontos, mert bele vagyunk esve az üresség szerelmébe, és itt nyugaton a nihillel, a vákummal, meg egyebekkel szoktuk az ürességet azonosítani, mindaddig, amíg gondolkodunk és Sun mesternek nagyon sok alaptanítása volt. Az egyik így szó, ha érted az ürességet, mindent elveszítesz. Ha tapasztalod az ürességet, minden a tiéd. Az idővel ugyanez. Ha gondolkodsz az időről, minden időd elmegy. Ha itt vagy ebben a pillanatban, tiéd a múlt, a jelen és a jövő. Egyéb kérdés? Hogy az, hogy itt vagyok ebben a pillanatban, az azt jelenti, hogy nem gondolkodom is. Mert a gondolatok, azok engem mindig elvisznek vagy a múltba, vagy a jövőbe. A beszéded És... most milyen gondolatokból jön? Azok elvittek? Hát, szerettem volna tanácsot kérni, hogy a mindennapokban hogyan, hogyan engem zavarnak a gondolatok. Tényleg? Próbálj meg gondolkodás nélkül beszélni. Tessék. Hát az... Már gondolkodtál. Igen. A hát az ideájához párosult, a hát az hangalak. Képzeld el? Elárulom, hogy gondolkodás nélkül nem is tudná beszélni. Meditáció közben zavarnak a gondolatok. Az más. Nem csak meditáció közben, hanem a mindennapokban is sokszor. Sok Igen. esetben és sok helyzetben. Mely gondolatok zavarnak téged a mindennapokban? Amik elvisznek, vagy a múltba, vagy a jövőbe és ami megakad, amilyek azt hogy a pillanatban legyek. Aha. És hogy fognak meg téged a gondolatok, melyik testrészednél fogva, hogy elvisznek téged? Mondjad. Hát az el, elmémet vagy az elméden, tudom, elméden van fül a... vagy orr vagy kar, amit megfognak a gondolatok és elvisznek. Hát jönnek a gondolatok. Jönnek. Te jó isten. Honnan? honnan? Hát nem tudom. Nem tudom, nagyon jó. Tehát megakadályoznak a gondolatok abban, hogy a pillanatban legyek? Hogyan? Engem ez nagyon érdekel. Ezt nem tudom jobban elmagyarázni. Tehát képzeljük el itt a tibeti gyakorlók, talán mindenki ebben a teremben kicsit vizuális típus, vagy te. És van a pillanat, ahol te lenni szeretnél, mint mondjuk egy ilyen kis spirituális ülőfürdő, amiben jól érzed magad és jönnek ezek a csúnya gondolatok, és megfognak téged, megragadnak, és kiragadnak ebből az ülőfürdőből, és elvisznek valami sokkal rosszabb helyre, mint előtte. Így történik? Igen. Húha. De nem az ülőfürdőből. Onnan visznek el, ahol éppen lenni szeretnék, vagy amivel éppen foglalkozni szeretnék. Nagyon jó. Amire összpontosítani szeretnék. Gyönyörű. Ez azt jelenti, hogy ragaszkodsz a karmádhoz ragaszkodsz a gondolataidhoz, azok szépen jönnének és mennének, mint a lovacskák, de te megnyergeled a lovat, ráülsz, rákötözöd magadat, és a ló elrohan veled, ezek után panaszkodsz a lóra. Azt mondtad, nem tudod, hogy honnan jönnek a gondolataid. Nagyon jó. Most megkérdezlek, hová mennek? Azt nem mondtam, hogy vagy a múltba, vagy a jövőbe. Sokkal jobbat javaslok. A nem tudomba kéne menniük, mert onnan is jöttek. Jó, Na ez nem vicc. Látszólag a semmiből jönnek, és amíg ragaszkodsz hozzájuk, addig különböző tájakra elvisznek téged, sőt, ezáltal teremted a gondolatokhoz való ragaszkodásra, teremted a képzeteidet, az illúzióidat, amelyek tényleg elvisznek a pillanatból. És hogyha engeded, hogy a semmibe visszamenjenek ezek a gondolatok, már tudjuk, hogy nem semmi, csak úgy az egyszerűség kedvéért, akkor a nem tudom, vagy a nem tudható, az nem információ hiány lesz, hanem a téves nézetektől való mentesség. És ez így jó. Engedd, hogy a gondolatok megjelenjenek, ne érintsd meg őket, ne ragaszkodj hozzájuk, ne ülj fel a hátukra, ne engedd, hogy megfogják a füledet, vagy az orrodat, és akkor elmennek. Ezt a meditációban úgy hívjuk, hogy tantien praxis. Köldök csakra, ahol a teljes energiád differenciálatlanul az egység állapotában ott leledzik. Maradjon is ott. Jó? Ragaszkodsz ehhez, vagy ehhez, vagy ehhez, itt. Elvisz az összes karmád úgy, hogy vissza se hoz. Általában egy kemény ébresztő tapasztalat szokott minket visszahozni a pillanatba, ezért szoktuk azt mondani, legyen az démon, vagy angyal, aki visszahoz a pillanatba, az lett a tanítód. Egyéb kérdés. Hogy mennyire determinált a halál? Akár az is előfordulhat, hogy, itt leesek a székről és meghalok? Széken ülsz? Hát vagy akkor ilyen padon. Hát nem eshetsz le a székről, hogyha nem ősz rajta. És ez megint nem vicc, mert nem tudsz olyan halált halni, amely idegen lenne az életettől. Most milyen életet élsz? Pontosan olyan halált fogsz halni. Nézd meg azt a minőséget, amit viszel a lelkedben nézd meg azt a karmát, amit énként cipelsz magadban. Pontosan ez fogja meghatározni, hogy milyen halált halsz. Nem csalás, nem ámítás, pontosan ismerhető. Nézd magadba, és meglátod. Tehát az életből következik az, hogy te milyen halált fogsz halni. Köszönöm szépen. Szívesen. Nekem egy nagyon önző kérdésem lenne. Azokat szeretem a legjobban. A párom állandóan a te videóidat hallgatja. Melletted ül? Igen. Akkor fair. És Mert a párunkról nem hallgatom. kérdezzük a tanítót, úgy, hogy a párod nincs itt. Ez nagyon fontos. Ő <laughs> is Sok okosságot szoktál mondani, tény, és ő viszont nem hallgatja ezt szerintem elég figyelemmel. Mert ugye mindig mondod, hogy cselekedj, és kevesebbet gondolkodj, és hogy lehetne őt rávenni, hogy azt tényleg így csinálja. Mert mindig csak mondja, hogy elmosogatok, és ezt elmondja tiszta egymás után, de nem csinálja meg. Csak három óra múlva. Soha nem gondoltam volna, hogy spirituális családsegítő szolgáltatást indítanék, és most itt a debütálás. Nagyon szépen köszönöm. Egyrészt megtisztelő, hogy így láthatóan mind a ketten hallgatjátok a tanítást, ezt köszönöm, és arra kérlek, hogy ilyenkor zárd el. Zárd el, mert hogyha annyit hallgatja, előbb-utóbb elvonási tünetei lesznek, és mindaddig ne kapcsold vissza, amíg el nem megy vásárolni, el nem mosogat, le nem mossa az autót. Egyébként jössz egy sörrel, mert ez még a könnyebbik változat. Nem, nem mosogatás helyett hallgatja, hanem elalváskor, nem kell, hogy elzárjuk igazából. Csak De hogyha nem, nem teszi, meg... ha nem teszi azt, mert itt volt a problémát, hogy nem Igen. teszi, amit tenni kell, akkor elzárod a csapot, elvonod az örömforrást, és amíg a megvonás tart, addig a szellemi aszkézist éli. Hát volt és már innentől nem kezdve nem cselekedni kell. Hát legyél egy kicsit a vártoronyba zárt királykisasszony, jó? És akkor tudod, hogy hány sárkányt kell ledöfnie ahhoz, hogy ismét elérjen hozzád, és akkor visszakapcsolod. Jól csináltam mindent. Figyelj. Köszönöm. Nagyon szívesen. Tehát azért csak annyit így használati utasításként én annyira örülök, hogy a tanítást egyre többen találjátok hasznosnak. De kérlek szépen, ne ragaszkodj a tanítás szavaihoz és gondolataihoz, hanem lásd meg, hogy az valóban honnan jön, miért neked szól, és mit tudsz belőle úgy hasznosítani, hogy tényleg a bothiszatva úton haladj. Tudod, mekkora kockázat kimondani bármit egy ilyen helyről? Miért? Mert bárhogy felhasználhatják. Tehát amit én mondok, az a buddhiszatva út elérésének az egyik lehetséges útja. És nagyon örülök, hogy nagyon sokan sokféle helyzetben hallgatják, eddig úgy érzem, túl nagy félreértés nem történt. Ne is legyen. Jó? Ez a hogyan segítjük egymást, hogyan segíthetek, ez az alapkérdés. Na, itt már nehezedik a történet, mert nem lehet elbújni semmi mögé. Hát az a legszomorúbb, amikor valaki az önzetlenség gyönyörűséges bóthiszatvikus tanítását önvédelemre óhajtja a fölhasználni. Tudod, meddig működik? Amíg befejezi a mondatot addig. Csuk, kész vége. Tehát ha jól hallod, és én jól mondom, akkor nem önvédelemre fogod felhasználni, hanem pont az önkép elvételére, pont a nagyobb őszintességre, pont az úton való haladásra, nem másra. És ekkora kapcsolat javul, ha a tanítást félreérti, akkor elkezd falat építeni belőle, ítélni a látszólagos gondolatok és szavak alapján, és amikor ez történik, akkor sarkaiból kifordította az egészet, és ezt nem lehet megakadályozni, mert mindig a befogadó tudatom múlik, hölgyeim és uraim. Van egy régi zenmesteri tanítás, a templomi szabályaink része, melynek fele költemény. Tehát mi az a szabálygyűjtemény, a fele költemény? Hát ez egy fantasztikus dolog, és ez a költemény így szól, ha a tehén issza meg a vizet, a vízből tej lesz, ha a kígyó issza meg a vizet, a vízből méreg lesz. Benned mivé válik a tan? Nem mindegy. Ugyanis a felhők fölfelé szállnak az égbe, a folyók a tengerbe folynak. Szia! Igazából ugye halottak napját ünnepeljük, vagy az alkalomból jöttünk itt össze esetleg így a koreai hagyományról, vagy a zen hagyományról tudnám mondani egy pár szót, hogy van-e ott ehhez hasonló megemlékezés? Így éves szinten nincs. Úgy van, hogy amikor a lélek eltávozik, akkor ha mondjuk buddhista család, vagy legalább van egy buddhista ága, egyre ritkább sajnos Koreában, akkor nagyon gyorsan három napon belül egy szertartás. Az a legfontosabb. Az első három nap, amíg az előbb említett érzékszervi tudattalanon mint nagyon kemény barú állapoton átrágja magát a szerencsétlen, nagyon fontos, hogy végre halljon valamit, végre lásson valamit, ami nem csak a saját karmájának a tobzódása. És akkor nagyon fontos valamilyen halotti szertartás, elképesztő nagyot segít. És hogyha ezt megcsinálták, akkor mivel tudomásuk van róla, legalábbis a tanból, ha nem is közvetlen léleklátással, hogy 7x7 hét napon keresztül keresztül megy körülbelül, egy csomó transformáció, inkább így mondom, ez a 7x7 nap, ez egy viszony szám. Valahogy ki kell fejezni azokat a szinteket, amelyeken keresztül megy. De senkinek nincs megírva, hogy te csak 49 napig leszel itt a felszállóákban. Van, akik évekig kóborolnak, és ezt le kéne rövidíteni. Vannak, akik nem találják az útjukat. Vannak, akik félnek. És a tanítás, ami a szertartásban van, az szól a meghaltnak, és szól az élőknek is. Az élőknek az, hogy te életben maradtál, éj. A halottnak az, hogy meghaltál, menj. Úgyhogy 49. napi szertartás is van, 100. napi is, és a 100. napra ugye a gyász folyamat nagy részt be kell, hogy fejeződjön, mert az élet megy tovább aztán még van egy éves, és utána éves évforduló, de nem naptári szinten, hogy akkor most akkor október vége, november eleje, hanem minden egyes halálesetnek megvan az éves évfordulója, és én nagyon sok ilyen szertartáson voltam, és nagyon komoly, azt mondom, légköre és tanítása van. Az a lélek, amelyik nem távozik el a földi síkról, energiát veszít, és nem teljesíti legfőbb kötelességét, hogy haladjon egy újabb élet felé. Ne váltsunk jegyet skótkastélyba, jó? Ne legyél te ott bent lakó ilyen kis teliholdnál megjelenő kontúr, legyél szíves. Mennyi jó? Ha vége van, mennyi? Az a dolgod. Amíg viszont itt vagy, legyél ember. tisztatudatú, világos, bölcs, együttérző ember. Ez a munka. Én a boldogság és a derű kapcsán ö, szeretnék kérdezni, hogy én most nagyon boldog Mit? vagyok. Boldog vagy, derűs vagy? Igen. Válaszolját Igen. te. Mi a boldogság és a derű titka? Viszont az általános derű, hogy régen azt tapasztaltam, amikor reggelente felébredtem, hogy mindig, hogy bármi szembe jön, valahogy úgy is lesz, és és nem aggódtam annyit így a dolgokon mondjuk akkor még édesanyám mellettem volt ö, napi szinten, és ő pedig nagyon, és valahogy így szerintem ezt is ellensúlyozni akartam, és most, most hogy egyedül élek, így olyan, mintha kicsit én ö, én kezdeném ezt ezt csinálni, és, és nincs az az általános derű bennem reggelente. Ne élj egyedül, ez az egy. A másik az általános derű, az abból fakad, hogy bízol magadban és a világban, és egy magas energiaszinten élsz, és látod azt, hogy kívül is belül is a dolgok rendesen mennek. A derűnek az lehet a háttere, hogy, hogy minden rendben van. Tudom a dolgom, meg is teszem, nem vagyok egyedül, van társaságom, szerettem, stb. És innentől kezdve a derű mellé boldogság is párosulhat, azok a csúcsállapotok. De a derű az olyan, mint az általános háttérsugárzás. A boldogság pedig az, amikor nagyon süt a nap hétágra, felhőtlen az ég. Oda tudunk jutni mindannyian, csak a karmáknak a felhő rétegein keresztül kellene menni, felszállsz egy repülővel, és egy ilyen időben, tehát a nulla és a három méter között nagyon ráz, tehát a három és az 5000 között kevésbé ráz, öt és hat ezer között egy-két ilyen felhő gomoly között még mész, utána hat ezer, hét ezer fölött már csillámló tiszta ég egészen a menyezetig el lehet érni tudatilag ezt az utazó magasságot. Viszont nem vagyunk egyedül, és nagyon sokszor van az, hogy a saját csoport karmánk, családi karmánk, vagy páros karmánk megkívánja azt, hogy lemenj a, a, az ütköző zónába valakiért, hogy megfogd a kezét, és menjetek föl együtt, és úgy már természetesen nagyobb energia, de egyedül nem megy. Tehát egyedül ott lehetsz a gyönyörűséges levegőjékben, utazó magasságon, fantasztikus érzés, és rájössz, hogy egyedül vagy és valakit segíteni kéne oda, hogy ugyan már ő is jöjjön ki a saját zivatar zónájából, szabaduljon meg a felhőktől, a villámoktól, és akkor együtt tudtok menni. Na ez a bót hiszatva út. Ez mesternek elképesztő mennyiségű tapasztalata volt, és úgy érzem, hogy azt csinálta, mint a butha, amikor Ánanda megkérdezte, hogy magasztos, mennyi a te tapasztalatod, és ott ültek valami ligetben, és azt mondta, hogy Ánanda, látod az erdő alján a végtelennek tűnő leveleket? Azt mondja, igen, uram, ennyit tapasztaltam. És mennyit tanítasz belőle? És a buta felemet egy marék levelet, és megmutatta, ennyit tanítok belőle Ánanda. De miért, uram? Mert ez kell a szenvedés tényének, okának, megszüntetésének, és a megszüntetés útjának a meglátásához és a követéséhez. Tehát Szunkszánszónyomról tudtuk, hogy nagyon-nagyon mély eléréssel és magas szintű tudattal rendelkezik, ezt éreztük, tudtuk, mondták is róla, de csak azt tanította, ami a bóthiszatva úthoz kell. Tehát el nem hiszed, hogy itt Európában, főleg itt a keletebbi, kicsit misztikusabbik Európa, de Kelet -Európa az a kelet-európa az, a misztikusabb rész, hogy mennyi projekció van a tanítón, hogy én, hogy én, hogyha már itten zembotot fogtam, akkor miért nem járok vizen, meg hasonlók, meg miért nem tudom megoldani a te problémádat így egy sluszkulcs elfordításával. Hát hihetetlen. Nem ez a dolgom. Az a dolgom, hogy akik szeretnének a az ütköző zónából és a viharfelhőkből kicsit följebb menni, azokkal együtt szépen fölmenjünk, és tapasztaljunk egy olyan tudatot, amely nem térbe és időbe vetett, ami meghaladta a saját maga által teremtett karmáját, megtapasztalja a teremtetlenség tiszta állapotát, és onnantól kezdve képessé válik arra, hogy újabb embereknek segítsen kijönni egy olyan felhőrétekből, egy olyan szenvedés tapasztalatból, amelyről addig azt hitte, hogy nincs alternatíva, hogy csak így lehet élni, hogy neked ez a sorsod, hogy ez a végzeted, és hogy nincs reményed, csak félhetsz. És ez mind-mind nem igaz. Ha belátjuk azt, hogy magunk teremtjük ezt a világot egymásnak, és így magunknak is, onnantól kezdve vagyunk egy teremtő, tehát szabadabb állapotban, honnan tudod, hogy tudsz felelősséget vállalni. Mert a szabadság helyes tapasztalatával a felelősségvállalás is együtt jár. Ha nem, akkor még infantilizmusban szenvedünk. Innen tudod a derűt szépen az utazó magasságból tapasztalni, és a boldogságot akkor, amikor még valakit főhúztál. Jó? Szívesen. Szépen. Itt még? Az előző kérdéshez kapcsolódva, mi történik a 49 nap után? Öt, jön az 50. Hogyan, hogyan tudunk segíteni azoknak, akik megváltották a jegyet a Skót? Kastélyben. Ahogy mondtam, a halotti szertartások azok eléggé ütősek és erősek. Bármilyen haján a hagyományról van szó, tehát egy párat úgy nézegettem, és mindegyikben benne van az eszenciális tanítás. Tehát szertartást kell tartani, ha más nem, akkor otthon kiteszed a képét, kiteszed a ilyenkor nagyon fontos mantrát, és onnantól kezdve lélekkapcsolat van, és elmegy oda az energia is, és az információ is mindig kérjük, hogyha nálunk szeretne valaki halotti szertartást az elhunytnak, akkor legalább egy vérrokon legyen ott. Miért? Mert a vérrokon, a navi, ő pontosan érzi, tudja, a korábbi karma, az pontosan hol van, és ez nem, hogy ilyen lokációs szolgáltatás, nem. Megvan a lélek kapcsolat. És nem lehet ezt csak úgy formailag névvel elintézni, különben szétszóródik. De az a vérdokon, aki pontosan érezte, ismerte, tudta, hogy kicsoda, ő a közvetítő. Úgyhogy szertartás, tanítás, és utána pedig el kell engedni. Menjen az útján. Szeretném megköszönni mindenkinek a kitüntető figyelmet, hogy ma ennyien a Sambalába jöttünk. Természetes felajánlásom, hogy a ma estére járó adományt, amelyről tudjátok, hogy a darmáért jár, teljes egészében a Sambala központot illeti, Úgyhogy kérlek szépen segítsétek ezt a nemes kezdeményezést azzal, hogy a darmát segítetek föntartani. Ez a hely nagyon sokféle tanítónak ad otthont, rövidebb, hosszabb ideig, és minden ilyen hely, ahol a darma megnyilatkozik, méltó a támogatásra. Továbbá szeretném arra lelkesíteni az itt lévőket, mindannyiunkat, hogy együtt folytassuk a gyakorlatot az együtt az lehet egy térben, egy időben, vagy akár egy országban is. Járjuk azt az utat, amely elvezet a felébredéshez, és megszabadít minden lényt a szenvedéstől, beleértve téged is. Köszönöm a figyelmet!